Diózsőri szöglet az 5. percben, Zaboson túljut a labda, de nem a kapuson. Vojinovics elképesztő bravúrja. Nézzük még egyszer. Ott jön Milicic, tisztán meg tudja fejelni. Nem volt jó Vukadinovics indítása. Kis Zoltán viszont nagyon hosszan vette át a labdát. És nincs ellesen Apostu, jön a kapus, de nem a legjobb ütemben. Apostu elviszi mellette, és büntető, a lapszíne pedig sárga. Remek ütemű labda, Goya az, aki belóg, lesről szó nem lehet. És hát nagyon nagy kérdés, hogy elérte egyáltalán a kapus a támadót. Ivancsics, akinek legutóbb volt már sikeresen végrehajtott büntetője. Ez is bent van. Vezet a Diósgyőr a 20. percben. Ha itt most nyerni tudna történet során először a Diósgyőr, akkor elmozdulna a kieső helyről, megelőzve a Nyíregyházát. És bár nem nyertek még, de ebbe az irányba egy nagyon komoly lépést tettek ezzel a büntetővel. Bogdanovics lép közelebb a kapuhoz, Batizi Pócsi. Bohér csak sasszézik, csak hátrál, ügyes cselek, és egy jó kis lövés, másodszorra van meg Kovácsnak. Véletlenül nem talált volna kaput, lehet, hogy kapufát igen, de így volt a biztos, hogy elcsípte a labdát Kovács. Sőt, biztos, hogy mellé ment volna. Nem rossz, kapufa! Remek lövést eresztett meg Miskolci. Centik hiányoztak ahhoz, hogy 3 egymást követő mérkőzésen ugjon gólt a Diósgyőrnek itt Nyíregyházán. Mehet Ivancsics. És lő, oj, mekkora kapuva Szabó! Egészen váratlanul beletette a lábát. Ha ez szándékos volt, akkor nagy kombináció, ha nem, akkor inkább csak ügyes megoldás. Nézzük csak még egyszer, itt lő Ivancsics a hosszú sarok felé. És talán az is kaput talált volna. De Szabó még érkezett középen. Batizi Pócsi kapja vissza a labdát. Búrányot már nem meri bántani. Szép kényszerítő. Batizi Pócsi! És egyenlített a Nyíregyháza a 78. percben. Remek volt a kényszerítő, kapussól felperdül a labda, és aztán nem sikerül már jól hozzányúlni, nem sikerül kontrollálni, az rendesen kellemetlen magasságban érkezik, csípő magasságban, és nem lehetett, nem tudta már Lakatos kifelé irányítani. Márkus, ő lesz a nyerő ember, egyelőre nem. Kovács második szándékból csípítsek el a labdát, egy apró meg nem értés után egy pillanatra holt labda volt még.